Mesék Mátyás királyról. Mátyás király és a csóri csuka mája. Egy ízben Mátyás király Csór falucska környékén vadászott. Miután véget ért a nap, a király és a társai alaposan megéheztek. A távolban észrevettek egy fogadót. Be is tért hát oda Mátyás király a kíséretével, és sült csukát rendelt a fogadóstól. Kisvartatva meg is érkezett a csuka. Mátyás azonban észrevette, hogy valami hiányzik a tányérjáról. Kemény hangon rászólt hát a fogadósra. Fogadós uram, hát a csuka mája hova lett? A fogadós elvigyorodott és azt felelte. Tisztelt vadász uram, ez itt egy csóri csuka, és amint az köztudomású, a csóri csukának nincsen mája. Bosszánkodott Mátyás király a szemtelen válaszon, előhúzta hát a palotai erdő vágott pálcáját, és keményen megsuhogtatta a levegőben. Ez pedig itt, fogadós uram, palotai pálca. A palotai pálcának pedig, mint azt tudnivaló, nincsen száma. Hely, szaradt is az ilyet fogadós, és azon mód feltalálta az elmaradt csukamáját a szigorú vadászasztalára.